Szeretett testvéreim, Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele, első részének első versét olvasom. Pál, Szilvánus és Timóteus az Atya Istenben és az Úr Jézus Krisztusban hívő tesszalonikaiak gyülekezetének kegyelem néktek és békesség. Szeretett testvéreim, ünnepélyes pillanatokat élünk, legalábbis szeretném, ha mindnyájan átélnénk ennek a fenséges ajándékát, hogy az új szövetség legelső időben, legelőször leírt könyvéhez érkeztünk. Az első tesszalonikai levél a teológusok szerint a teljes új szövetség legelsőnek megírt könyve. Pál apostolnak fogalma se volt arról, hogy ő Bibliát ír. Ő majd halljuk a folytatásokban, hogy a második missziói útján érkezett Tesszalonikába, és ott különös áldást adott Isten a sok zaklatás között is. A szolgálatára és gyülekezet született, akikkel nagyon szoros kapcsolat kötötte össze. És hát ez a második missziói út, illetve a Tesszalonikába érkezés is a Krisztus utáni 50. év elején történhetett, és ugye akkor még 20 év sem telt el Jézus kereszthalála, feltámadása, mennybe menetele, a Szentlélek kitöltetése óta, és az apostol ezt 52-53 körül írhatta. Az új szövetségi könyvek nem időrendi sorrendben, születési sorrendben kerültek be a Bibliába, ugye először a négy evangélistát olvassuk, amelyek közül Márk volt az első, a 60-as évek elején vagy közepetáján született Márk evangéliuma, és utána aztán Lukács és Máté, és a legutolsó János, amelyik már majdnem a 90-es évek körül. Kutassák ezt a teológusok, minden esetre élményre gondolni, hogy miközben Pálnak fogalma sincs, hogy ő Bibliát ír, Isten szeretete vele leíratja úgy, hogy aztán megőrzi a mi számunkra is. 2000 év távlatából mennyei üzenetet hordoznak ezek a könyvek. Nekem már az is különös ajándék, hogy belegondolok egy kattintás az interneten, és vagy 1500 ige hirdetés egy Cserikálmának, Jó Sándornak hallhatom, van, amelyiket láthatom is, hallhatom is, különleges, vagy írásban olvashatom, hogy Isten milyen módon adja tovább az ő üzenetét, hogy ki gondolta volna még a gyermekkorunkban, és a számítógépek világot eljön, dicsőítsük a mi Urunkat, hogy neki fontos, hogy eljusson hozzánk. Ilyen kis videóformában is
bekopogjon az otthonunkba, vagy ki tudja még, hogy hanyadik utódunk otthonába, ha lesz még élet, akkor tájt is ezen a földön, vagy egyáltalán lesz még ez a föld. Legyen ott a szívünkben ennek az öröme ma, hogy nekünk is az Úr szava szól, amikor Pál ezt írja a tesszalonikaiaknak, Szilvánussal, Timóteussal, hogy kegyelem néktek és békesség. Amen.